Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! November 23-án a Kistelki Nyugdíjas Klub Mindenki Névnapja című rendezvényt tartott a Kistelki Műledési Központban, melynek alkalmából a 70. életévét betöltő Horváth János négycukát a klub vezetőik is megajándékozták. Az ajándékozást és a köszöntéseket hangulatos műsorok követték. A most következőkben az ezen eseményen készült felvételünk második és egyben befejező részét tekinthetik meg. Trombitás István saját versét mondja el. Ember, türelem, rózsa. Szeretettel köszöntöm mindenkit, mindenki névnapján, és a legeslegelső versemet, írásomat hoztam el. Ember, türelem. A türelem rózsát terem. Türelem, a szép szó. A rózsa illata oly jó. Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Levélben lehet hazudni, de a rózsa magáért beszél. Illata mesél, az Isten adta néki, legyél olyan, mint a rózsa, el ne hervadjál soha. A lelke legyen fehér, mint a hó, illatozzál, mint örökre, álmaidba, életedbe, nyíljon a virágok, a virágnak is van lelke, ha gondozod, meghálálja neked, te beszélsz hozzá. Megsimogatod, virul neked, figyeld a virág szavát, ha meghallod, az életed szép lesz és vidám, csak rajtad múlik, meghallod-e a szavát. Köszönjük szépen nektek, és most pedig Víg Lajosné éneke következik, Citerán kísér Horváth Sándor. Tudjátok, a Sanyi bácsi már 92 éves, két éve volt a 90-es születésnapját, itt ünnepelték. Úgy köszönjük, szeretettel. Yeah.
A másik füle kimaradt, hát ebben lehet valami.
büszke. Nem tudom, de nekem roppant gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal, csókolódzik egy alacsony fiatalemberrel. Mindjárt különösködött nekem, direkt megvártam lent a lépcsőházba, és kérdem tőle, mit keres ebben a házba, erre pofon vágott, mondta hát, egy új unokafivérem született marha, azt jöttem üdvözölni. Kérdeztem, hogy akkor miért bontotta le a haját? Mondta, mert meleg volt, hát apa, igaza van, kezd már nagyon meleg lenni. Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma, mert nekem nagyon gyanús a feleségem. Éjjel, mikor azt hittem, hogy alszom, lassan felöltözködött mindig, és elment hazudni. Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára, egy hosszú gombolyagot, mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazudni. Ezer szeme legyen az embernek a feleségére, mondok, nehogy megcsalja. Így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem. Október 31. Már régebben akartam írni a naplomba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet lefeküdni, próbálom így, próbálom úgy. Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már valaki fekszik az ágyamban. Mondok csodálkozva. Nini, hát akkor én már előbb lefeküdtem. De az nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdezem a feleségemet, hogy lehet az, ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát és tartsam egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtom a gyertyát és tartom egy ideig a fejem előtt, erre aztán azt mondja a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam, de mondom, nekem roppant gyanús a feleségem, csak nem szeret ez a nő valaki más. November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akartam ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni. De nem akartam. Azóta nem látom a feleségemet. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanul a panga lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan elhidegült a férje iránt, és belső átalakulások lelki távolodást idéznek elő magatokat. Lehetséges volt, hogy az én feleségem is egy ilyen alakulás felé közeledett. December 25. karácsony. Nem. A feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után, hát egy kapu alól egyszerre elém dobban a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondta, hogy jöjjek be hozzá, és még szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön a karjaimba gondolt. Se volt házigaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alaptalannak bizonyul. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, melyek csak lelkünk nyugalmát zavarják. Darázs Endre, mese a napról. Egyszer a nap elgondoltam, nem megy le, még a bent marad, és elnézem, hogy a téren a fiú mindjárt szól. Már fáradtan nézegetni, hogy gyerekek az eget már
Sima, laza szárom, mint a cégna gumolyaga, kabajodik álló. És hát meglepetésnek gondoltam egy nagyot, 2015-ös esztendőt írjuk, és van egy kis könyv, aminek az a címe, hogy Agyamosodott. Punk Nyuláné Barna Klára lejegyezte nagyon mélyről jövő visszatekintő gondolatait, amit most lánya fog tolmácsolni, Punk Marika, természetesen csak néhány részlettel, és azért gondoltam, hogy ezt az idén megjelent kis picike kis füzetből, könyvszerű élményekből ide varázsoljuk, mert szerintem azok a sorok, amik le vannak jegyezve, önöknek igazán jelentenek szavakat, és nem csak szavakat, hanem olyan élményeket, amit azt hiszem, hogy szerintem mi meg sem értenénk már. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Marikának, hogy elfogadta a meghívásunkat, fogadják meg szeretettel legvégül. Köszönöm. Anyám Csongrád és Bács-Kiskun megye északnyugati részén, a megye határ találkozásán is. Az a köves út, amelyik elhagyja Csengerét, és tovább halad Kiskunmajsa felé. Akkor még a templomhalmi iskoláiból kikövezve, tovább földes útig vitt Kiskunmajsáig. A templomhalmi iskolánál a keresztúton jobbra letérve ment az agyagos út. Azért hívták agyagos útnak, mert tiszta fehér agya borított. Nyáron, amikor mezitláb mentünk rajta, olyan volt, mintha krétakorban járnánk, és télen vagy ősszel, esős időben, mintha kenyértésztát agasztanánk. 8 évig jártam ezen az úton iskolába. Ismertem minden négyzetméterét, szerettem ezt az utat. A homokot csak a tanyák közé ültetett fák és erdők fogták meg egy-egy nagyobb szélvihakkor. Nyáron a méteres átmérőjű ballangókat dűlő utakon átfújta a szél. Gyakran szaladtam utána csak úgy kettelésből és gyermeki játékból. Szabadság. Így emlékszem vissza a gyermekkoromra. Milyen volt a határ és mindaz a szépség, amit a természet nyújtott. Ismertem minden zegét, zugát a földnek, ahol laktam. Tudtam a fák, füvek, virágok nevét. Tudtam, mikor melyik nyílik, melyik káros, melyik hasznos. Tudtam, hogy a kutyatej keserű, a pipacs és az akácvirág édeskés, mert megkóstoltam őket. Gyakran játszottunk a nagymamával, gyűjtöttünk sok pipacs gombot, és a következő mondókát mondtuk. Söré, boré, pálinkai, garmosita, paprikai. A sör sárgás, a bó rózsaszín, a pálinka fehér, a paprika piros színt jelentette. Aki a mondóka után a kimondó színű bimbót vette ki és bontotta ki, az megehette a végét. Tudtam, hogy az olajfabogyót az első fogy után lehet megenni, mert akkor már nem fonyal, hanem édes. Ismertem a virágzó napraforgó, semmivel össze nem hasonlítható illatát. A levágott gabona életet adó szagát, a holnap kenyerének reményét, a fűzfaán keserés ízét, az eperfa termésének semmihez sem hasonlítható finom édes ízét, mely gyakran szolgált ételként is. Néha a fáról csak úgy eszembe házilag sütött tóskenyérrel, néha legvárnak megfőzve kalácsban, vagy kenyérrel ettük. Ismertem az állatokat. A háziakat már tartottuk, volt lovunk, tehenünk, disznók, birkánk, libánk, kacsánk, csirkénk és kutyánk, macskánk is. Szóval minden, ami egy tanyánál lenni szokott. De ismertem a rét, a mező oldalait, és minden élő lényét is. Ismertem, hiszen volt, aki mindenre megtanított. Anyám, apám, apai nagymamám, testvéreim. Anyám nagyon szeretett minket, sosem csókolgatott, ő csak szeretett. Sütött, főzött meg, mi mindig éhesek voltunk. A nagymamával együtt 6 éhes embert kellett etetni. Sosem panaszkodott, tette a dolgát. Abból főzött, ami a földben, a ház körül termelt. Egyszer vetés idején azt mondta nekem, vessünk lányom magot a kukorica közé, mert ha semmi jönni való nem lősz, csak val, akkor már éhő nem halom. Meséltem, hogy a 41-es vizesség idején nem maradt vetőpontjuk. Elkeseredésében tavasszal a krumplit jó vastagon megpucolta, és a héját vetette el. Abban az évben így termett krumpliuk.
keresztül volt, így hamar meg kellett tanulnia a kemény munkát. Hangját ritkán emelte fel, szép szóval adta tudtunkra, hogy amit mondott, meg kell tennünk. Sosem parancsolt, vagy utasított. Mindig csak példát mutatott, vagy tréfában próbálta megértetni, amit meg kellett tennünk. Nem azt mondta, hogy ha esd ki a birkát a legelőre, hanem nézd, hogy sorakoznak a birkák a kapu előtt, azt végetik be, éhesek vagyunk. Vagy ha valamiért anyámnak visszakeveselte, mit szólt? De szép mutatod. Itt születtem ebben a pusztaságban, ahol kislányként a tavaszi napsütésben versenyt futottam a széllel. Amint mondtam, én voltam a családban a legkisebb. Engem nagyon, nem nagyon szeretett senki, nem is nagyon törődtek velem, hogy mit csinálok egész. Csak akkor, amikor már tudtam dolgozni, akkortól fogva részt kellett venni a család munkájában. Anyám korán keltett, a nap még alig bukott elő, de a sugaraim már melegítettek. Félig még aludtam, és kiültem az udvarra az olajfa kerítés elé, hogy a felkelő nap sugaraim melegében még szundítsam egy kicsit. Meglátott a nagymamám, és így szólt. Szövény öregasszony, kizavarta a mönye, még a nap is sütve. No, nekem se kellett több, nagy könyvulatás közben ordítottam. Nem vagyok öregasszony, nem zavar ki senki. Drága nagymama mindezt azért mondta, hogy el ne aludjak, mert tudta, hogy abból baj lesz. Nyáron egyszer azt mondtuk anyámnak és apámnak, hogy mi gyerekek kint szeretnénk aludni az udvaron. Meg is ágyaztak a nagyház előtt az egyik eperfa alatt a lőcsös kocsit. Jó sok szalmát kaptak a kocsiba, és leterítették kokróccal. Kihozták takarónak a legnagyobb tudnát. Mi aztán hárman le is feküdtünk, sokat hancúroztunk, néztük a csillagokat, azután elaludtunk. Amíg aludtunk, apám eltolt a kocsit a helyéről egy másik eperfa alá. Reggel miután felébredtünk, kérdeztük, hogyan kerültünk oda, ki húzta el a kocsit. Apám azt mondta, hogy jöttek az ördögök és eltolták. Mi meg is szeppentünk és elhittük a mesét. Persze később apám elmondta az igazat, s mi jó nevettünk. A karácsony megint ünnep volt. Szegények voltunk, így hát ajándékot sohasem kaptunk, de karácsonyfánk mindig volt. Amikor már nagyobbak lettünk, együtt díszítettük fel. Nem volt díszes, de gyönyörű volt, volt kisebb, volt nagyobb. Volt rajta fényes papírba csomagolt dió, valma és szaloncuk. Azután a karácsonyi szokásaink, karácsony főtjét, reggel mézet, fokhagymát meg gyümölcsöt, aszalt, almát, szilvát ettünk. Amikor az asztalhoz ültünk, elmondtuk az imát, és csak utána ettünk. Az ebédból leves és mákos guba volt. A mákos gubát anyám sütötte, üres kell kalács volt, hosszú utakra megsütve. Este karácsonyt feldíszítettünk. Mivel messze volt a templom, így gyakran előfordult, hogy otthon imádkoztunk, de volt, amikor elmentünk az éjfélésére. Karácsonykor az asztalra a mósát sem volt szabad kidobni. Anyám összegyűjtötte és felvittük a padlásra, egy kis papírba csomagolva feldobtuk a szelemen fára a szellemeknek. Még a szemetet sem volt szabad kivinni, csak új év után. Apám karácsonybőjtjén reggeli előtt a szakajtóba szénát rakott, tetejére csúhéjánál összekötött kukoricacsövet keresztbe tett és az asztal alá rakta. A kutba pedig egészséges, szép almát dobott. Mindezeket karácsonybőjtjén a reggeli előtt csinálta. Új év napján reggelikor, azután apám behozta az almát, és annyi felé vágta ahánya, az asztalnál ültünk, s még két szeletet. Mindenki kapott az almával, a két szeletet pedig kivitte a két jónak. A szakajtó szénát meg a kukoricát kivitte a jó számoknak. Mindegyik kapott belőle. Karácsonyra anyám libát tömött. December elején elkezdte tömni főt kukoricával. A kukoricára rakott egy kevés sót és iradékot is, hogy a liba torka meg ne sérüljön a maguktól a tömés során. Karácsony bőjtjén anyám mindig libát vágott. El is készítette, de csak karácsony napján lehetett enni belőle. Most a húsát, combja, melleszárnya köve megsütötte. A liba mája gyakran 1 kg-osra is megnőtt, amit anyám libazsírba sütött ki. Nyakából utaskását készített, nyaka bőrét megtöltött tököleskásával. Lábából, fejéből, szárnyaből, szózából levest főzött. Előfordult, hogy a karácsonyra levágott liba kitartott libé. Minden napra került belőle az asztalra. Gyönyörű napokat töltött együtt a család. Amint már mondtam, nem voltunk gazdagok, de minden időben megteremtették szüleink mindazt, amire szükségünk volt. Annyi szeretetet adtak a szüleink és a tanyasi gyermekkor útra valóul, amivel bátran elindulhattam a felnőtt életem útjára. Mindig tudtam erőt meríteni a gazdag gyermeki világból. Kistelek 2012.
február 8. Köszönöm szépen a figyelmet, és még azt szeretném mondani, hogy ezt a pályázatra írtuk, ezt a kis megemlékezést, édesanyám azért fogott hozzá, azért ragadott tőlem. Nagyon-nagyon megküzdött vele, mert gyönyörű szép élete volt ott kint a tanyának, mert aztán ezután 8 év után ott kellett hagyni. És azért született aztán ebben az évben ez a kis kötet, amit én ajándékoztam aztán végül most neki. Köszönöm szépen. November 20-án került megrendezésre az Egy lépés az egészségünkért projektzáró rendezvénye, melynek alkalmában minden konzorcium tag beszámolt a rájuk bízott munka eredményeiről, illetve a projekt sikerességéről. A most következőkben az ezen alkalommal tartott beszédek egy részét tekinthetik meg. Tehát nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket. Az Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztésű című pályázat záró rendezvényén. Külön köszöntöm Csongrád megye önkormányzatának nevében Bényi László országgyűlési képviselő, Csongrád megye fejlesztési biztosát. Kakas Bélát, a Csongrád megyei közművés elnökét. Dr. Bosnyákovics Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály főosztályvezetőjét. Gyarmati Zoltán, a Csongrád megye fejlesztésért Nonprofit Kft. Igazgatóját, valamint Gyurisné Pető Zsuzsannát, a Csongrád megye egészségügyi ellátók egészséges vásárhelyi program programigazgatóját, a projekt szakmai vezetőjét. Továbbá tisztelettel köszöntöm a megyei önkormányzat képviselőjét, a projekt menedzsmentjét, a konzorcium tagok képviselőjét. Üdvözlöm a projektben résztvevő települések polgármestereit, vezetőit, és nem utolsó sorban a sajtó képviselőit, és kedves vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat. És akkor bele is vágnánk a szakmai részbe. Tisztelettel feltérem Bénai Lászlót, a Csongrád megye fejlesztő biztosát, és a megzáró rendezvényünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Működik. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves elnök úr, főosztályvezető asszony, igazgató asszony, projektmenedzsment vezető úr, kedves képviselők, kedves vendégek. 3 hónap ezelőtt voltam itt utoljára önökkel, amikor megnyitottuk ezt a projektet, ami nagy várakozás előzte meg, hogy hogyan lehet egyáltalán 3 hónap alatt ilyen projektet megvalósítani, és hát örömmel mondhatom, hogy most itt a záró rendezvényen ismét itt vagyunk, és azt a munkát, amit 3 hónap alatt a résztvevők, a konzorciumot, a szereplők, és hát a lakosság is, aki részt vett ebbe a programba, hát ez igen dicséretes, és hát nagyon örülök annak, hogy ennyi ide alatt ekkora munkát el lehetett végezni, annál is inkább, mert ez szoros összefüggésben lesz a január 1-től hatályos alapellátási törvénnyel, ahol az önkormányzatoknak, településeknek külön egészségügyi feladatok lesznek, egészségügyi tervet kell készíteni a lakosságuk számára, azt figyelni kell, segíteni kell,
elemezni kell, kivitelezni kell, és hát ez ott kapcsolódik egyébként ahhoz a kormányzati programhoz, aminek több lépése történt az elmúlt években. Az egészséges életmód, itt nevesítenék is egy pár törvényt, amit mindenki tud egyébként, de ami összefüggésben van az egészséggel, ez a dohányzás visszaszorítása, a kötelező gyerekétkeztetés melletti szabványok módosítása, ami egyébként nagy társadalmi vitát is kavart. Ugye nem mindenkinek ízlik az, ami egészséges, hát így szocializálódtunk. És több olyan törvénymódosítás, és több olyan befektetés, beruházás volt az elmúlt időszakban, ami egyébként példátlan a visszatekintve az elmúlt 25 évben az egészség területén. Csak egy nagy számot mondok, 500 milliárd forintot költött az elmúlt években a kormányzat az egészségügyre, ez a beruházásokkal együtt, ez egy olyan összeg, ami eddig soha nem volt. És hát én úgy gondolom, hogy az a kapacitás, ami most ugyan területileg nem mindig egyenlő, vagy jó elosztott, de az a kapacitás, ami egyébként most kiépült és működik Magyarországon, azt a kapacitást akkor fogjuk tudni jól működtetni, ha üresen marad. Azt pedig úgy tudjuk elérni, hogy a közegészségügy, az egészségügy alapja a fiataloknak az egészséges életmódra való nevelése, az embereknek a mozgásra való serkentése, és egy újfajta tudomány mai állása szerint élhető, pozitív életre való nevelés, ami egyébként néha ütközik a magyar szokásokkal, főleg az élelmezés és az étkezés területén, és hát egy borzasztó nehéz helyzetben lévő generációnk van ma, a fiataljaink, akik a kommunikációs, internetes és televíziózás világába gyakorlatilag elfelejtettek mozogni, és hát az iskolákban ugyan van kötelezően testnevelés óra, de hát önmagában az nem fog megoldani sok mindent, mert ha a gyerekeknek a szülei, meg a gyerekek önmaguk mentalitása nem fog változni, akkor igenis azt a kapacitást ki fogják használni felnőtt korukban, amit egyébként most a költségvetés megépített, és ez nem lehet cél. Úgyhogy elsősorban, ugye, amire most jövő évben és a következő időszakban a kormányzat, az egészségügyi kormányzat célkeresztjében van, az a közegészségügynek a megelőzése, az a vizsgálatok, hogy egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy milyen egészségi állapotban van a társadalmunk. És hát itt kanyarodok vissza arra, hogy hát ez a projekt viszont pontosan erről szólt, és ez egy nagyon kedvező első lépés, hogy a törvény jövő évben elvégzendő feladatokhoz már ad egy olyan programot, olyan lehetőséget, olyan személyi kapcsolatokat, amik egyébként már lehetővé teszik, hogy itt legalábbis Csongrád megyében ez jó működjön. És ez a jó együttműködéshez hallgassák szeretettel azokat a előadásokat, amik majd fognak következni. Én bocsánat, kéréssel tartozom, mert én most úgy értem ide, hogy 10:30-kor el kell mennem egy másik rendezvényre, úgyhogy majd a jegyzőkönyveket kérem, és ígérem, ha egyszer ráérek, akkor el fogom olvasni a tartalmát is, mert egyébként nagyon szép munka volt. Gratulálok mindenkinek, és így tovább. Én úgy gondolom, hogy jövő évben a következő fejlesztési ciklusba, ez a 14-20-as ciklusban is lesznek olyan források, amiket hasonló célra fel lehet használni. Ezért minden szereplőt kérek arra, hogy szigorúan figyeljék a megjelent pályázatokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó munkát! Köszönjük szépen miniszteri biztos úr beszédét. Felkérem Kakas Bélát, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét, hogy tartsa meg köszönő beszédét, és a projektgazda a megyei önkormányzat nevében szóljon a projekt jelentőségéről. Miniszteri biztos úr, jelzem, hogy 33 oldal az az összefoglaló, ami a mai előadás anyaga, úgyhogy amikor majd olvasod, akkor teljes tartalmi összképet fogsz kapni a dologról. Hölgyeim és uraim, élő tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. A címe a projektnek, hogy egy lépés az egészségünkért. Én úgy gondolom, hogy nem tudom ki ismer ezt az omega nótát, hogy 10.000 lépés. Hát ez bizony volt 10.000 lépés. És még van is, mert ugye 30-án zárult, tehát még műben van a projekt. És nem tudom, hogy mi adta a bátorságot nekünk júniusban, hogy ebbe belemertünk vágni. Őszintén. Rövid idő, hatalmas pénz, hatalmas feladat. És ismeretlen pálya, ismeretlen szereplőkkel.
És valami csoda történt. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami nemes cél fogalmazódik meg, akkor óvatatlanul összehozza a jó embereket, a jó akaratú embereket, a jó szakembereket. Egy olyan konzorcium állt össze, és olyan pillanatokon belül összeállt az a szakmai program, az a vázlat, ami mentén elindult ez a program 5 hónappal ezelőtt, és megvalósult. Az 5 szakmai tagja a konzorciumnak maximálisat nyújtott. És most komolyan mondom, nem is nézek rájuk, nehogy zavarba jöjjenek, vérprofi munkát végeztek. Már eleve maga az egy vérprofi gondolat volt, hogy úgy kell a felületen, a teljes Csongrád megye felületén ezt a projektet szétosztani, hogy a szakmai jelentkezők ugye adott járásban jelennek meg, onnan hozzák a kapacitást, és átteszik, összetakarnak a járások, és tulajdonképpen egyrészt megyei információ birtokába is jutottak, kiléptek a saját vonzáskörükből, elvitték azt a szolgáltatást máshova, és így tudtak duplikálódni, és elindult az a program, ami valóban lefette az egész megyét, és valóban, ha nem is minden szolgáltatás mindenhova, de olyan szinten, hogy a 10 000 lépés az nem túlzás, és amikor megkérdezték itt tőlem, hogy hány ember vett részt ebbe a programba, nem tudtam megmondani, egyébként ez az elemző adatok összegzése nyilván a végső zárás után fog összeállni, meg hogy hány embert érintett. Hát ha azt mondom, hogy 417 000-et, akkor ugye Csongrád megye teljes lakosságát mondom, de a cél az volt, hogy jusson el lehetőleg mindenhova és mindenkihez ez a program. Mi volt az eredeti cél? Nekem a legszimpatikusabb maga az egészségtudat. Az egészséges életmód, az egészség megőrzése, az egészség mint presztízs, mint társadalmi elvárás. Ez a tudatformálás volt a legfontosabb. Természetesen, hogy a szűrések kapcsán, a prevenció kapcsán azok az eredmények, amik szintén összegződnek, és egy adatbázisban adatot adnak arra, vagy alapot adnak arra, hogy tovább fejlesszük ezt a programot a jövőben. Óriási eredmény, de én azt gondolom, hogy én egészen addig nem fog tudni leszokni a dohányzásról, amíg itt nem döntöm el. Egészen addig nem fog magamtól kipattanni az ágyból, és nem disznótoros reggelivel kezdeni a napot futás helyett, vagy mozgás helyett, amíg itt nem dől el. Tehát amit most befektettünk, az a tudatba való befektetés volt, és itt van óriási hozadéka ennek. A WHO ugye megfogalmazza, és egyébként puskát tartok a kezembe, ezt tudják mi ez? Ez a sajtóközlemény, amivel elindultunk. Tehát ugye most megpróbálom tetten érni, hogy amit akkor ígértünk, és terveztünk, és akartunk, az megvalósult-e, és ez a 33 oldalban az én olvasatomban igen megvalósult. Tehát ugye itt akkor azt mondtuk, hogy a WHO azt mondja, hogy a maga az egészség és egészségtudat az testi, lelki, társas, szociális és társadalmi egészséget komplex módon értelmezi. És itt van ennek a programnak óriási hatása. Arról nem beszélve, hogy megkaptuk a feladatot, megkaptuk a lehetőséget, megkaptuk a pénzt, megkaptuk a felelősséget, és teljesen új módon, és azt mondom, követhető módon, és ezt miniszteri biztos úrnak is mondom, hogy el lehet mondani, hogy föl lehet használni úgy pénzt, hogy felelősséggel oda merünk állni, hogy igen, jó célra, és hatékonyan tudtuk elkölteni. Tehát nem muszáj minden föntről eldönteni nekünk, mert vannak jó szakembereink, vannak felelős vezetőink, akik végig tudnak vinni ilyen projekteket böcsülettel, úgyhogy annak eredménye is van. A komplexitásnak egyébként, amit vállaltunk, azért nagyon fontos a vizsgálata, mert nem csak a rész elemeiben, hanem összességében, ami még ide tartozik, hogy mi is volt a cél. Azt, hogy most mindent a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, illetve a munkavállalók a munka kapcsán elemzünk, hogy az a vizsgálat, amit ugye Kistelek folyamatosan tesz, hogy a munka alkalmassággal kapcsolatban, a munkából kiszorult emberek mentális gyógyítása kapcsán, egy ilyen ága is volt ennek a programnak, ami nagyon fontos, és az esélyegyenlőség, hogy kivittük az egész szolgáltatást azokra a településekre, akik nehezen megközelíthetők, hátrányos helyzetűek, uram, bocsánat, tanyán élő emberek jutottak ehhez a szolgáltatáshoz. Tehát ez a komplexitás adta akkor azt az indító erőt, amikor ez a tervezés megindult, mindenki megértette ebbe a nemes célt, és a beköszöntőben annak idején azt mondtam, hogy azért volt izgalmas nekünk, mert emberközpontú a dolog, és emberközpontú tervezéssel dolgozunk, és innen
innentől kezdve tiszta lelkiismerettel lehet nekiállni egy ilyen munkának. Megvalósult, büszke vagyok rá, és engedjék meg, hogy a teljesség igényenék azért felsoroljam, hogy a Csongrád megyei megye fejlesztési non-profit Kft., ami ugye mi vagyunk, a mi kis csapatunk, Gyarmati Zoltán projektmenedzser, ő a vezetője ennek a formációnak, Olá Imre pénzügyi vezető, és mindenki, aki ebben részt vett, csak a hátukat láttam a gép előtt, annyit dolgoztak. A Hódmezővásárhelyi Többszélű Kistérségi Társulásnak köszönöm, ahol képviselői szinten, polgármesteri szinten Szél István elnök úr, de ugye, és hadd emeljem ki, tehát itt kellett volna kezdenem. Úgy hívják a profizmust, hogy Gyurisné Pető Zsuzsanna. Egészséges Vásárhely Program igazgatója, a projekt szakmai vezetője. Tehát innen kezdődik ám. Tehát kell egy olyan fáklya, ami mögé be lehet állni, és azt mondom, hogy nem túlzok, hogyha a Zsuzsanna ilyen munkát végzett. Kistelek Térség Egészségügyi Központ Non-Profit Kft. Hogy az első pillanatban izgultak azon, hogy beférjenek ebbe, mert szerették volna megmutatni, hogy mit tudnak, és megmutatták nagyon profi módon dr. Nagy Zsolt ügyvezető úr, Mencz Angéla projektasszisztens, Kovácsné, Szabó Eritke, szakmai megvalósító ápolási igazgató, a kistérségi, illetve a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Non-Profit Kft. Részéről. Móra Vitál, egészségmegőrző és szociális non-profit közhasznú Kft. Nógrádi Zoltán polgármester urat, képviselőt ismerjük, ő kiveri mindenkiből a teljesítményt, sikeres volt. Bobár Gabriela ügyvezetőt szeretném kiemelni és megdicsérni. A Szegedi Tudományegyetem. Minden megyét érintő és a jövőt érintő gondolatban ott van, hogy a tudásbázisunk a Szegedi Tudományegyetem. Itt is az egyetem adott egy nagyon-nagyon profi tudás alapot, és dr. Kemény Lajos tudományos rektor helyettes úr, dr. Varga Csaba gazdasági dékány helyettes, tanszékvezető helyettes, és az egész STL szakmai programnak koordináció vezetőjeként ott állt a projekt mögött. És még számtalan sok olyan aktivista, olyan komoly szakmai értéket képviselő aktivista vett részt ebben, akit név szerint nyilván nem emelek ki. Hölgyeim és uraim, én büszke vagyok erre a projektre, büszkén vállalom azt, hogy ezt alapnak lehet tekinteni, és a jövőbe lehet folytatni. Köszönöm mindenkinek, hallgassuk a beszámolókat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen az elnök gondolatait. Most pedig felkérem dr. Bosnyákovics Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály főosztályvezetőjét, megyei tiszti főorvost, vázolja, milyen szerepük lehet azoknak az elemzéseknek, melyeket a projekt során összegyűjtött adatokból, információkból nyernek az egészségügyi szakemberek. Tisztelt hallgatóság, tisztelt elnök úr, én sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ha lehetne, a mai előadásomban ott folytatnám, ahol múltkor abba hagytam. Én, ahogy végignéztem a hallgatóságon, nagyjából ugyanaz a kör van ott. Ugye akkor próbáltam elemezni a Csongrád megyei halálozási mutatókat egy kicsit mélyebb járási szinten. Ezt az elemzést folytatnám. Ennek két célja van. Egyrészt szeretnék egy kicsit gondolatébresztő lenni abba az irányba, hogy hogyan tovább. Mert úgy gondolom, hogy a mai nap egyrészt lezárunk valamit, másrészt nagyon fontos lenne, hogy az itt kialakult együttműködések, szakmai kapcsolatok megmaradjanak, és találjunk valami olyan közös célt, egy olyan közös utat, aminek a mentén együtt tudunk a továbbiakban dolgozni. Tehát egyrészt egy gondolatébresztést szeretnék. Másrészt pedig szeretném azt megmutatni, hogy a statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy ez a program kifejezetten jól került felépítésre, és ezt szeretném számokkal is megmutatni. Sajnos a technika ördögöz ismét. Jó, tehát röviden mutatnám, amiről múltkor már beszéltem. Gyakorlatilag az összes halálokat, hogyha korcsoportok szerinti bontásban megnézzük, a 15 év feletti halálozások esetében nagyjából 50%-ot jelent a keringési rendszer megbetegedései által okozott halálozás. Ezt követően ugye 26%-ot
képvisel a daganatok által okozott halálozás. Harmadik csoport ugye a morbiditás, mortalitás külső okai. Múltkor már említettem azt, hogy bizonyos korcsoportban ennek a halálozási aránya kifejezetten megnő, tehát a továbbiakban érdemes lenne a mérgezések, baleseteknek a megelőzésére egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Szintén nem szeretném ismételni a múltkor elmondottakat, de ugye a keringési rendszer megbetegedéseit, ha megnézzük Magyarország női lakosságának körében, akkor Csongrád megye kifejezetten pozitív képet mutat. Ugye ez a standardizált halálozási mutatóról beszélünk. Itt a fehér szín vagy a leghalványabb szín az azt jelenti, hogy például Fejér megyében, Pest megyében az országos átlaggal megegyezik a halálozás. Amikor elmegyünk egy lilás irányban, az egyre rosszabb adatokat jelent. Az azt jelenti, hogy az országos halálozásnál rosszabb a kép. A zöld az meg azt jelenti, hogy jobb a kép. Tehát ha Csongrád megyét nézzük, ezt múltkor is megbeszéltük, akkor urán hangulatba kerülhetünk, jobbak az adatai. Viszont ha ezt megnézzük járási szintre lebontva, akkor látható, hogy az országos átlagnál gyakorlatilag Szeged járás, illetve Kistelet járás az, ami köszönöm szépen pozitívabb képet mutat. Ellenben Csongrád és Szentes járás az országos átlagnál sokkal rosszabbul fest. Ugye ugyanezt az elemzést, ha már a férfi lakosság körében megnézzük, akkor sajnos azt látjuk, hogy Makó járás az, ami az országos átlagnál mélyebben helyezkedik el. Jó, daganatos halálozás. Szintén látható, hogy országos Csongrád megyei szinten jobbak vagyunk, viszont ha járásokra lebontjuk, akkor sajnos megint csak Makó járása az, amelyik az országos átlagnál legjobban, országos átlagtól legjobban eltér negatív irányba. Azért maradok ezekről a diákkal, mert ezekről ugye múlt alkalommal már beszélgettünk. Ugyanígy cizellálódik a kép, ugye, hogyha a férfi lakosságot veszünk, ezt meg csak úgy mindenkiben rözüljön, hogy melyik járáshol helyezkedik el, aki még esetleg nem tudná. Jó. Ugye említettem azt múltkor, hogy a főosztályunkon rendelkezésre áll egy Hamir becenévre hallgató adatbázis, ez a halálozási, megbetegedési mutatóknak az információs rendszere. Ebben mi járási szintre lebontva tudunk elemzéseket végezni. El is készítettünk egy ilyen prevenciós szükségleti sorrendet. Megnéztük azt, hogy például hogy a keringési rendszer megbetegedései esetében, ha férfiak, nőket külön csoportra bontjuk, akkor a halálozási okoknál mi van az első helyen? A kék szín az azt jelenti, hogy a kék színen jelzett megbetegedés csoportok azok ugyanazok, mint az országosan vezető betegségcsoportok. Tehát azt lehet látni, hogy a magas vérnyomás, agyérbetegségek, az országos számokkal korrelálva első helyen szerepelnek, két járás kivételével, ugye Makónál már a szívinfarktus és az iszémiás szívbetegségek első helyre kerülnek, illetve Kistelet esetében pedig a nőknél. Esetleg ez az a két adat, aminek érdemes lenne utána menni a prevenciós programjainkat ennek mentén fókuszálni. Sokkal változatosabb a kép, hogyha megnézzük a rossz indulatú daganatos megbetegedéseket. Ugye tudjuk azt, hogy a tüdő daganatos megbetegedései azok világszerte Magyarországon a daganatos megbetegedések esetében, tehát országosan első helyen állnak. Viszont ha ezt járásokra lebontjuk, akkor látjuk azt, hogy nők esetében bórahalomnál a bőr daganatai az első helyre kerülnek. Tehát úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan terület, amivel feltétlenül foglalkozni kellene. Kiemelném azt, hogy egyébként ennek a programnak egy lényeges eleme volt ugye a melanoma szűrés, majd elmondják a szakmai megvalósítók, hogy hány ilyen szűrést végeztek. És ha megnézzük a férfiakat, akkor szintén nagyon változatos a kép. Tehát látszik azt, hogy a tüdő daganatai mellett ugye, és a nőknél Szeged esetében az ajak, szájüreg, garat daganatai első helyre kerülnek, és ha az etiológiát bontolgatnánk, teljesen nyilvánvaló a tüdő daganatnál ugye a dohányzással való összefüggés.
az ajak-szájüreg daganatainál a dohányzás, alkoholfogyasztás és egyéb táplálkozási szokásokkal való összefüggés. Tegnapi napon volt a füstmentes világnap, ugye a WHO minden év novemberének harmadik csütörtökét füstmentes világnappá nyilvánította. Volt egy közös rendezvényünk a régi 600-as 624-es tagintézménye. Ott a diákokkal beszélgettünk, munkatársaim interaktív órát tartottak, és ott szembesültem, illetve tegnap nézegettem én is azokat az adatokat, hogy igen elkeserítő módon a 13-16 éves korosztálynak az egyharmada dohányzik ma Magyarországon, és még ez egy átlagos adat. Tehát mondjuk egy-egy iskolában ennél sokkal rosszabb számokat láthatunk. Ez a fiúknál, lányoknál kiegyenlített képet mutat. Még a felnőtt lakosság körében a férfiak 46%-a, a nők 28-30%-a dohányzik, és ugyanakkor ezekben a számokban látjuk, hogy a dohányzás előbb-utóbb ehhez a megbetegedéshez és halálozáshoz vezet. És elkeserítő volt tegnap az, hogy bár nagyon figyeltek a diákok, amikor mentem hazafelé, kihallgattam egy beszélgetésüket, és ott azt mondta az egyik fiú, hogy már pedig én elhatároztam, és nekem nem fog ártani. Na, szóval úgy gondolom, hogy ez az a mentalitás, amelyet nekünk valahogy le kell rombolni, és meg kell azt értetni, hogy sajnos a dohányzás esetében nem azon fog múlni, hogy ő tüdőrákos lesz, vagy sem, vagy érszűkülete lesz, bármilyen keringési megbetegedés, hogy ő ezt elhatározza. Igen, ha sportolni akar, akkor határozza el és sportoljon, de inkább azt határozza el, hogy ne dohányozzon. Jó, ez egy kis kitérő volt. Jó, és akkor mit csináltunk mi ebben a programban? Hát nagyon keveset, tehát a további beszámolókhoz képest nagyon keveset, ugye nem volt lehetőségünk, hogy konzorciumi tagok legyünk, de megtettünk mindent tőlünk telhetőt. Mind a járási, mind a főosztályok a munkatársai részt vettek falunapokon, összesen 20 településen tartottak előadást, és itt szeretnék arra utalni, amit az elején mondtam, hogy ez a dia azt mutatja be, hogy a falunapok azok hány településen kerültek megrendezésre, és abban az adott járásban a falunapoknak a megszervezése az az összes település hány százalékát érintette. És ugye sajnos az előző ágrákból kijött az, hogy Makó járás térsége az kifejezetten problémásnak minősíthető, és látható az, hogy ezt már a program tervezői is figyelembe vették, hiszen itt valósultak meg legnagyobb arányban ezek a falunapok. Tehát Makó térsége volt az, ahol 60%-a bevonásra került a településeknek. Szeretném azt jelezni, hogy még három település az hátra van, tehát az az 550 fő, ami itt található, az még nem végleges adat. Kik vettek részt ezeken a falunapokon? Látszik az, hogy közel azonos arányban vettek részt felnőttek és általános iskolások. Jó, és most jön itt a reklám helye. Mit adtak elő a munkatársaim, illetve mi az a fő tevékenység, amit mi az általános iskolákban végzünk. Egyrészt ugye az egészséges életmódra fókuszáltunk, és majd itt a végén lesz még egy pár ábra, amit majd szeretnék megmutatni, ugye az azzá leszel, amit eszel. Csak megfogom. Igen. Miért fontos ez a terület? Ugye onnan indultunk, hogy a halálozásoknak az 50%-át a keringési megbetegedések okozzák. Nyilvánvalóan az elhízás, a túlsúly és a keringési megbetegedések, továbbá még nagyon sok minden egyébként, tehát beszélhetnék a cukorbetegségről, összefüggésbe hozhatóan. Hogy állunk ma? Ma úgy állunk, hogy a Föld lakosságának 1 milliárd, tehát a Földön 1 milliárd ember túlsúlyos. Ez azt jelenti, hogy a BMI-je az 25 fölött van. Én most kiszámogattam, mielőtt jöttem az előadásra, ha én 15 kilóval nehezebb lennék, akkor a túlsúlyosnak az alsó szintjét elérném. És közel 500 millió ember elhízott. Ez az én esetemben azt jelenti, hogy 25 kilóval kellene nehezemnek lenni, akkor már elhízott lennék. Csak hát, hogy mindenki lássa, az egy 25 kilós kettőből, azért ez egy nem kis súly.
És hogy néz ki ez Magyarország vonatkozásában? Ez itt az elrettentés helye. Nem teljesen korrekt az ábra, mert sajnos 2002-es és 2012-es adatok is szerepelnek rajta. De ha csak azt megnézzük, hogy Magyarországon, és itt most az elhízottakról beszélek, tehát BMI 30 fölött, az elhízottak aránya az majdnem 30%, 28%, ugyanakkor a mellettünk levő Romániában ez a szám, ez nem éri el, ez nagyjából 8%-nak felel meg. Tehát úgy gondolom, lehet, hogy közben a bizonyos országoknak az adatai meredeket romlottak, de mind a romániai, mind a magyarországi adat az 2012-es. Tehát úgy gondolom, hogy ezek nagyon elgondolkodható számok, tehát mi állt a tevékenységünk fókuszában? A tevékenységünk fókuszában felnőttek esetében egyértelműen a táplálkozás, az elhízás, prevenció, illetve diéta, fogyókúra, ennek az okainak bemutatása, technikák bemutatása áll. A másik fő témakörünk általános iskolás általános iskolás korosztály esetében ez a rémisztők kezek és a Super to Szentses előadásunk. Ez egy borzasztóan szórakoztató előadás. Zseniális kolléganőim reppelve tanítják meg az általános iskolásokat kezet mosni. Majd mivel ez az előadás már díjat is nyert, ezért kaptunk olyan krémet, illetve UV-lámpát, amivel utána a gyerekek le is tesztelhetik magukat, tehát kimennek, kezet mosnak, ugye előtte megnézik, hogy hány baktérium van a kezükön, és meg tudják nézni kézmosás után is. Tehát ez minden gyerekben megmarad, az enyémekhez is beprotezsáltam már a munkatársaimat, azóta folyamatosan otthon engem tanítanak kezet mosni. Tehát ugye szemmelvel szóta nem győzzük azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a kézmosás, a fertőzések átvitelének a megelőzése. A másik attrakció az pedig a Super Tüsszencs. Ez szintén nagyon látványos foglalkozás. Itt a levegővel terjedő fertőzéseknek a hatékonyságát ecseteljük. Tulajdonképpen azt lehet megnézni, hogy mondjuk egy habcizás az hány méterig hat, miért kell zsebkendőt használni, hogyan kell zsebkendőt használni. Ezek alapvető dolgok, de nem győzzük ezeket hangsúlyozni. És most egy kicsit elkanyarodnék a hogyan továbbhoz. Úgy gondolom, hogy ennek az egész pályázatnak, illetve a mi munkánknak is az a lényeg, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Tehát mindenképpen egyrészt együtt kell dolgoznunk, tematikusan a területeket leosztva, másrészt a meglévő tudást azt valamilyen formában sokszorosítani kell és tovább kell adni. Úgyhogy mi abban az irányban tettünk a főosztályon lépéseket, hogy felvettük már a kapcsolatot általános és középiskolákkal, illetve a klikken keresztül ezt egy kicsit szervezettebb formában próbáljuk csinálni, aminek az lesz a lényege, hogy megtanítjuk ezeket az előadásokat az iskolákban dolgozóknak, akár védőnöknek, akár arra motivált tanároknak, és próbáljuk azt elérni, hogy egy adott iskola, ha bekapcsolódik ebbe a programban, minden osztályának adja tovább ezt a tudást egy adott évfolyamban, és akkor talán így sokkal hatékonyabban fogunk a továbbiakban működni. Jó, és tényleg már csak nagyon röviden, szintén gondolatébresztőnek egy pár szót. Ugye itt az egészség dimenzióit vetítettem föl, hogy miről is szól az egészségfejlesztési tevékenység, mik határozzák meg az egészségünknek a dimenzióit, erről egy pár gondolatot, és tényleg utána nem tartok fönn semmit, senkit. Tehát az egészségfejlesztés alapdokumentumának az úgynevezett ottawai kartát tartják, ezt 1986-ban került kiadásra egyébként egy kanadai kezdeményezést követően. Az ottawai kartában 5 fő célt fogalmaztak meg az egészségfejlesztésnek. Egyrészt az egészséget támogató politika. A megnyitó rendezvényen volt arról szó, hogy abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy most minden összejött, ez ugye rendelkezésre állt. Akkor az egészséget támogató környezetnek a kialakítása,
Ha megnézzük egyébként a politika szintjén, illetve ebben a kormányhivatal is közben működik, egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkakörnyezetnek az egészségessége. Tehát nem beszélünk arról, hogy ugye nagyon sok megbetegedésnek az oka a munkahelyen összeszedett akár, tehát bármilyen károsodás, tehát most az egészségpolitika erre nagyon nagy hangsúlyt fektet. Harmadik dimenzió a közösség szerepének erősítése. Úgy gondolom, hogy ez ennek az egészségfejlesztési pályázatnak egy nagyon nagy szeletét képezte, tehát itt is visszacsatolnék a tervezésre. A következő fő szempontja az az egyéni készségeknek a fejlesztése, szintén a pályázatnak jelentős részét képezte, és itt beszélnék csak arról, hogy mindannyiunk életét, egészségét, ugye van egy csomag, amit hoztunk magunkkal, illetve az az állapot, amiben benne van. Tehát a nemünk, a genetikai tényezők és az életkorunk. Ugye visszafelé már nem tudunk haladni. Én néha azt mondom magamnak, ha kicsit rosszabb kedvem van, hogy a hátralevő életemben vagyok a legfiatalabb. Egyébként ezt ajánlom mindenkinek, ez ennél csak rosszabb lesz. Tehát ugye ez az adott csomag. Viszont a következő tényező az az életmód. És ez az, ahol nagyon sok tennivalónk van, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk közösen tenni, hogy megváltoztassuk a saját szokásainkat, hozzáállásunkat. Ezekhez nem kellenek nagy lépések, kisebb lépésekbe kellene együtt előre haladnunk. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem. Köszönjük szépen az ismertetőt. Tisztelettel felkérem Gyarmati Zoltánt, a Csongrád megyei fejlesztésért non-profit Kft. Ügyvezetőjét, a projektmenedzserét, hogy számoljon be a széles összefogás eredményeként megvalósult projekt főbb tapasztalatairól. Lámpára szükség van, vagy? Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat és megjelent ezen a zárórendezvényen. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a címe a mostani előadásnak a nyitórendezvényen. Valami olyasmi volt, hogy az első lépésektől az elindulásig. Most már elindultunk, föl is nőttünk a feladathoz, remélem. Vonatkozik ez természetesen minden konzorciumi partnerre. És most én annyit szeretnék bemutatni, meglepő módon nem fogok szakmai dolgokról, különösebben egészségfejlesztési, egészségügyi dolgokról beszélni. Inkább arról szeretnék egy pár mondatot, pár gondolatot bemutatni, hogy lépésről lépésre hogyan alakult a projekt, és milyen főbb mérföldköveink voltak. És akkor ugye a technika ördöge az... Köszönöm szépen akkor, hogyha így működik, akkor én nem ugrálok oda minden diánál. És akkor azzal kezdeném, amivel befejeztem a nyitórendezvénynek az utolsó diájával. Akkor ígértünk, vagy vázoltunk föl fő projekt célokat. Ezeket a fő projekt célokat most visszahozva hasonlóan elnök úrhoz megnéznénk, hogy hogyan váltottuk be az ígéreteket. Megyei jellegre vonatkozóan az volt a terv, és ez meg is valósult, ez látszik a mellette lévő zöld pipából, hogy minden projektelemet mind a hét, vagy a legtöbb projektelemet mind a hét járásra megpróbáljuk kiterjeszteni, és nem lesz Csongrád megyében olyan település, ahol ne valósulna meg valamilyen programunk. Ezt most már így majdnem a legvégén a projektnek elmondhatom, hogy köszönjük szépen mindenkinek a közreműködését, hála Istennek sikerült. Hosszú távú hatást szeretnénk, vagy szerettünk volna a projekttel elérni, olyan módszereket, kutatásokat megvalósítani, kidolgozni, amelyek nem csak ez alatt az 5 hónap alatt, hanem ténylegesen hosszabb távon is kifejtik a hatásokat. Nagyon úgy néz ki, hogy ez is sikerült. Létrejöttek olyan adatbázisok, keletkezett új szoftver, keletkeztek új módszertanok, amikről majd a szakmai előadások során mindenki egy kicsivel bővebben hallhat, amik megalapozták ezt a hosszú távú hatást. Célul tűztük ki a megyei egészségügyi mutatóknak a javítását, javulását. Itt nyilván nem szerepelhet pipa, mert ennyi idő alatt nem lehet mérhető hatást elérni, de ez egy folyamatos, megújuló tevékenység kapcsán szintén hosszabb távon nagyon bízunk benne, hogy a most elért tudatformálással is összefűzve eléri majd a célját és a hatását. És a hatékony együttműködés volt, ami már inkább operatív jellegű célként került kitűzésre.
és ezt is sikerült elérnünk. És itt a hatékony együttműködés az részben a konzorciumi partnerek között, részben a szakmai megvalósítók között nagyon fontos volt ahhoz, hogy 5-5 és fél vagy operatívan 3 hónap alatt meg tudjunk valósítani ezt az egyébként sokkal hosszabb időre kitalált projektet. Mindenkinek nagyon szeretném megköszönni a munkáját. Tehát ez nem egy ember, nem két embernek a munkája kapcsán, ez egy óriási csapatmunka kapcsán jöhetett létre. Akarhattunk volna mi akármit, hogyha más nem akarja és más nem csinálja a munkáját, és nem tesz meg mindent sokszor erején fölül is azért, hogy ezek a projektelemek ezek tényleg megvalósulhassanak. Úgyhogy köszönöm szépen minden konzorciumi partnernek és minden közvetlen és közvetett kollégámnak is az együttműködést ebben. És köszönöm, akkor léphetünk egyet tovább. És akkor néhány adatot bemutatnék, ami nem biztos, hogy érdekes, de mindenképpen különleges ennyi idő alatt. Összesen 19 darab közbeszerzési eljárást bonyolított le a konzorcium összes tagja együttvéve. Ez nem kevés egy ekkora projektnél, egy ilyen rövid lefutású projektnél. A Csongrád megye fejlesztésért non-profit Kft. 7 darabot, Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 5 darabot, Móraviták Kft. 4 darabot, a Kisteleki Egészségügyi Központ non-profit Kft. Pedig 3 darabot, és a Szegedi Tudomány Egyetemnek a beszerzései, közbeszerzései nincsenek beleszámolva ebbe a számba, mivel ők központi közbeszerzési körben dolgoznak és abba tartoznak, ezért az ő beszerzéseiket mi nem kellett, hogy nyomon kövessük, azt teljesen maguk intézték, és így haladtak vele, és haladtak vele. Köszönöm szépen. Támogatási szerződés, módosítások kérdése mindig fontos egy projekt előre haladásánál. Itt azt szabad, hogy elmondjam, hogy saját kezdeményezésű támogatási szerződés módosításunk nem volt. Egyoldalú támogatási szerződés módosítás 2 volt a projekt életében, mind a 2 nagyon pozitívan hatott a mi működésünkre és a projektnek a megvalósítására, megvalósíthatóságára. Október elején kezdeményezték és kaptunk lehetőséget arra, hogy az eredetileg 50%-os támogatási előlegen felül még plusz 5% támogatási előleget minden partner igénybe vehessen. Ezzel tulajdonképpen kifinanszírozhatóvá vált a projekt a végéig, a projekt végéig, akkor is, hogyha 45%-tól egyébként el kellene számolni az előleggel. És ezt aztán tudták még tetézni novemberben, hála Istennek, úgyhogy novemberben kaptunk egy újabb lehetőséget, miszerint mindenki 100%-os előleggel fejezhette be a projektet. Volt, aki igénybe vette ezt, volt, aki nem, igazából már több partner is elkezdett az előleggel elszámolni, tehát nem volt szükség arra, nem volt arra szükség, hogy a 100%-os előleget igénybe vegyük, de ez egy óriási lehetőség volt arra, hogy pénzügyi kockázatot biztos ne rejtsen a projekt megvalósítása. Köszönöm szépen. Költségvetés megoszlása, ez igazából csak tájékoztatásképpen, és lehet, hogy a százalékos adatok talán érdekesebbek is. Összességében 798,46 millió forint a projekt teljes költségvetése 100%-os támogatási intenzitás mellett. Ebből a konzorciumvezető Csongrád megye fejlesztésért non-profit Kft. Több mint 30%-kal részesült, Hódmezővásárhely majdnem 18%-kal, Kistelek 15%, Mórahalom 19% és a Szegedi Tudomány Egyetem pedig 17%-kal. Ez igazából így önmagában nem sokat mond el a megvalósított program elemekről, ettől függetlenül mindenhol nagyon értékes és nagyon jó programok valósultak meg, tehát nem vonnék semmiképpen sem párhuzamot. Köszönöm szépen. Kifizetési kérelmek. Na ebből volt bőven, és még lesz is bőven. Senkit ne tévesszen meg a fönt látható adat. Ez most körülbelül aktuális adat, tehát összesen eddig több mint összesen 11 kifizetési kérelmet adott be a konzorcium. Ez több mint 386 millió forint összegű összességében. Kevesebb, mint a projekt teljes költségvetésének a fele, ez látszik a még hátralévő 9 darab kifizetési kérelemből, illetve a hátralévő támogatási összegből. Ez nem jelenti azt, hogy rosszul állunk. Ez azt jelenti, hogy ütemezés szerint haladunk, ez azt jelenti, hogy a projekt megvalósításának az elején rengeteg közbeszerzési eljárást, rengeteg beszerzést kellett megcsinálni. Ezeket a programokat ezt követően meg kellett valósítani, a szakmai tartalmakat véghez kellett vinni, és az elszámolás nyilván csak ezután következhet, és ahogy már többször esett is róla szó, még nem zárult le a projekt attól függetlenül, hogy ma 20-án tartjuk a záró rendezvényt. Még az elkövetkezendő bő másfél hétben, november 30-áig tetemes mennyiség
mennyiségű szakmai program van folyamatban, aminek az elszámolása szintén majd csak ezután tud következni. Köszönöm szépen. És akkor térjünk át a kommunikációra. Az egyik legfontosabb, tehát nyilván a szakmai programok mellett a legeslegfontosabb eleme a kommunikáció volt a projektünknek, és itt szeretném kiemelni és megköszönni a kommunikációs cégünk, az első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.-nek a tevékenységét, munkáját, Horváth Krisztályéknak a munkáját, akik bár külön előadói blokkot nem kaptak ebben a projektben, mert elsősorban nyilván a szakmai tartalmakat szeretnénk bemutatni, de az ő teljességre törekvő és mindent átívelő, mindent átfogó munkájuk nélkül nem valósulhattak volna meg úgy azok a programok, ahogyan és amilyen minőségben megvalósultak, és amilyen részvétellel megvalósultak. Egyetlen egy csatornát hagytam ki a kommunikációs csatornák közül, talán az a csap, mert még majdnem onnan is mi folytunk, de közösségi oldalakon, online sajtóban, írott sajtóban, televízióban, rádióban, plakátokon, szórólapon, mindenhol lehetett találkozni a projektnek a programjaival, programelemeivel, és próbáltak ők valamiféle rendet vágni az 5 hónap alatt egyébként kicsit kavalkátszerűen megjelenő programokban, és ezt nemhogy lekövetni, megelőzni kommunikációval, és le is követni természetesen. Köszönöm. A kommunikáció egyik másik eleme a belső kommunikáció. Itt méltattam már a konzorciumi partnerek közötti együttműködést, de ezt itt szeretném még egyszer megtenni. Minden hónapban tartottunk egy menedzsment megbeszélést a partnerekkel, ahol minden partner részéről megjelentek a projektasszisztensek, pénzügyi asszisztensek, esetleg olyan szakmai kollégák, akiket a partnerek fontosnak tartottak. Leültünk és különböző helyszíneken, tehát az egyes konzorciumi partnerek vendéglátásában átbeszéltük azt, hogy eddig mit csináltunk, és a projekt hátralévő időszakában milyen feladatok várnak ránk. Itt láthatók a dátumok. A 2016-ot azért írtam bele, mert mi is reméljük, és én is remélem, hogy lesz még esetleg ennek a projektnek valamiféle folytatása. Lesz esetleg lehetőség arra, hogy folytassuk, és akkor talán 2016-ban is valahol össze kell, hogy üljünk, és kitalálni valami új dolgot, vagy továbbvinni a már megkezdett dolgokat. Köszönöm. És van egy kötelező része a kommunikációnak, az irányítóhatósággal, a minisztériummal való kapcsolattartás, tehát a hivatalos kapcsolattartás. Rengeteg e-mailváltás, rengeteg telefon ment végbe az elmúlt időszakban, de el kell, hogy mondjam, és nagyon megköszönném az irányítóhatóságnak is, vagy megköszönöm azt, hogy így álltak az egész projekthez. Nagyon jó kapcsolatot sikerült velük kialakítani, nagyon készségesek voltak mindenben azonnal, és hatékonyan próbáltak nekünk segíteni. Szerintem ez is mindenképpen kellett ahhoz, hogy ez a projekt ez úgy valósulhasson meg, ahogy remélhetőleg november 30-áig szakmailag megvalósul. Köszönöm. Kaptunk ellenőrzést is, hála Istennek nem sokat, és az sem volt annyira veszélyes. Egy monitoring látogatás volt szintén a minisztérium részéről szeptember 17-én, ahol komolyabb kérdéseket kaptunk, és komolyan kíváncsi volt az ellenőr kolléganő arra, hogy milyen kockázatokat rejthet a projekt, mind a személyi részen, mind költségvetési részen, mind a szakmai programok megvalósítását tekintve. Az lett a látogatás végeredménye, hogy a monitoring jegyzőkönyv tulajdonképpen semmilyen kockázatot nem tárt föl, és úgy nyilatkozott, hogy a projekt megfelelő ütemezés szerint és várhatóan megfelelő szakmai minőségben fog tudni megvalósulni, várhatóan a megfelelő és kitűzött november 30-as időpontig. Ezen kívül volt egy mentorlátogatásunk, ami inkább formális volt, mint igazi ellenőrzés, ezt most november 11-én teljesítettük. Itt két kollega, inkább azt mondom, hogy adategyeztetésre érkezett hozzánk, mint sem ellenőrzésre, itt sem került semmilyen terhelő megállapítás a jegyzőkönyvbe. És akkor néhány indikátor, hogy pár adatot azért mutassunk, vagy mutassak én is. Ez a 4 darab indikátor szerepe a projektben. A második oszlop a minimálisan elvárt célérték, az az érték, amit a projektben mi vállaltunk, és az aktuális érték pedig azokat az értékeket mutatja, amik az aktuális, tehát november havi, november 10-én az irányítóhatóság részére megküldött előrehaladási jelentésben szerepelnek.
Partneri együttműködések száma, ez átlagosan került leosztásra a partnerekre, minden partnernek 4 ilyen együttműködési megállapodást kell teljesíteni, ezek így a projekt végére mindenkinél rendelkezésre állnak. Életvezetési tanácsadásban résztvevők száma. Itt ne tévesszem meg senkit az, hogy az 500-as elvárt indikátor számhoz képest most az aktuális értékünk a 110. Ez abból adódik, hogy még folynak a programok, és még nem történt meg az az összesítés, ami alapján biztonsággal ide merhettünk volna írni bármiféle egyéb számot, de előzetes kalkulációk alapján ez az indikátor is magasan túl lesz teljesítve. Hasonlóan a másik kettőhöz a projektbe bevont célcsoporttagok számához, ahol már 10-én biztonsággal mondhattuk azt, hogy túl teljesítettük az indikátort, illetve a közösségi programokban résztvevők számát pedig, ahogy látszik, már több mint 3-szorosan túl teljesítettük már november elején is. Köszönöm szépen. És akkor a legfontosabb gondolatok a végén, a fizikai zárás az november 30, a fenntartás pedig innentől számított, vagy onnantól számított még 5 év. Ez nem kis feladat lesz nyilván a konzorciumi partnerek számára. Itt felsoroltuk azt, hogy, vagy felsoroltam azt, hogy milyen feladataink lesznek. Ezeket nem olvasnám most föl feltétlenül. Igyekeztünk olyan fenntartási kötelezettségeket vállalni, amiket a partnerek egyébként is a működésük során biztosan tudnak teljesíteni, és biztosan vállalható lesz az, hogy az itt elért eredmények azok tovább folytatódjanak, és további felhasználásra, aktualizálásra kerüljenek. Nyilván le van osztva az is, nyilván meg van határozva az is, hogy melyik partner ebből mit vállal. Bízunk benne, hogy ez a fenntartási időszakban is eredménnyel fog járni a mostani nagyon jó együttműködéshez hasonlóan. És ezt a rendezvény előtti interjúban is elmondtam, hogy azért még mielőtt nagyon megveregetnénk a saját vállunkat, nem zárult le a projekt. Tehát még szakmai programok is folyamatban vannak, és olyan adminisztrációs és elszámolási kötelezettségeink vannak még hátra, amik nem engedik meg azt, hogy itt most mi a mai napon fölengedjünk és boldogan hátradőljünk. Van egy kisebb nyomás az irányító hatóság felől a részünkre, vagy az irányunkba, arra vonatkozóan, hogy december közepéig igyekezzünk az összes támogatással, legyen az előleg, vagy ki nem fizetett támogatás, igyekezzünk ezekkel az összegekkel elszámolni. Ez jelenti most a projektmenedzsment és a szakmai menedzsment számára a legnagyobb feladatot. Ez azt jelenti, hogy november végével vagy december legelejével lehetőség szerint minden partnernek minden hátralévő számláját ki kellene fizetni, nyilván a megfelelő alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állását követően, és ezt nekünk legkésőbb a hónap első felében továbbítanunk kellene az irányító hatóság felé. De ha ez így lesz, akkor legalább a karácsonyfa mellé már nyugodtabban ülhetünk mi is, és ez azért nekünk is az egészségi állapotunkon sokat segítene. Úgyhogy én további hatékony és jó együttműködést kérek és kívánok mindenkitől és mindenkinek. Nagyon remélem azt, hogy a program elérte célját, és nagyon nagy örömmel ajánlom mindenkinek a figyelmébe a következő szakmai beszámolókat is, ahol az egyes programelemekről majd részletesebben is fognak tudni hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Megkérem Gyurisné Pető Zsuzsannát, Csongrád megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely Makó Egészséges Vásárhely Program programigazgatóját, a projekt szakmai vezetőjét, avassa be a közönséget a projekt legfontosabb szakmai vívánjaiba, és zárja gondolatait a felszólalók során. Köszönöm. Elég sok mindent elmondok, amit szerettem volna itt elmondani. A programmal kapcsolatban én nem térek ki az egyes elemekre, hiszen hosszasan lesz ecsetelve az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy nem veszem el senkinek a kenyerét. Egy kicsit a szakmai vezetés munkájával szeretném önöket megismertetni, ami ugye háttérben zajlott, de ennek a programnak azért elég rendesen, elég fontos eleme is volt. 2 dologra szeretnék az előzőekben felszólaltak esetében reflektálni.
egyikelte elnök úrhoz, hogy szeretném én kiemelni a Hódmezővásárhelyi projektben Pál Margitkát, aki jogász létére megtanulta az összes programnak az emlőszűrés szervezés és az egyéb programoknak a csinyát, bínyát, hiszen ő jogászként tanulta meg ezt, és én ezt nagyon szeretném kiemelni, mert mindent tud a programról. Erről... Igen. És ezt konkrétan tudom, hogy egy értekezleten, amin én nem voltam ezen, Gyarmati Zoli is megemlítette, hogy milyen jól ismeri az egész programot. És ez is egy hozománya egyébként a programnak, el kell mondjam, hogy nagyon sokan ismerték meg, olyanok pénzügyesek és egyéb adminisztratív feladatokkal dolgozva emberek az egészséges életmóddal kapcsolatban tanultak nagyon sokat. Az eredeti, ugye a pályázat megalkotása során abból indultunk ki, hogy ez a 3 hónapos projekt megvalósítási időszak, ugye 5,5 hónapos a projekt, a közbeszerzések időkorlátai miatt ugye maga a megvalósítás nagyon rövid időre jött össze, ezért ebből kifolyólag sok szereplősre terveztük ezt a pályázatot. Az 5 konzorciumi partner, ezt már többen előttem is megemlítették, az 5 konzorciumi partner mindegyike több megvalósítóval is dolgozott. Én azt gondolom, hogy elég szép feladat lesz a végén összeszámolni, hogy mennyien dolgoztunk ebbe a projektbe, és itt nem csak a vezetőkre gondolok, hanem azokra a tényleges megvalósítókra, akik ott voltak a kis településen, vagy azok, akikkel nem a konzorciumok kötöttek szerződést, hanem mondjuk már a megvalósítók. Tehát rengeteg ember dolgozott ebbe a projektben, és ez egy tényleg egy nagyon szép szám lesz. Tehát a feladat az volt, hogy minél több csapattal, minél több programot valósítsunk meg, hogy el tudjuk érni azt az indikátor számot, amiben a mi tevékenységünket az irányító hatóság méri, hogy elértük az indikátor számot, vagy nem, és elköltöttük a pénzt, vagy nem. De gyakorlatilag így elérni csak úgy tudtuk, hogyha rengeteg emberrel dolgozunk együtt. A végén kifogok majd térni rá, ez miért egy nagy kincs ebbe a megyébe, és miért nagyon fontos ez a dolog. Az elvárás a mi munkánkkal, a szakmai csapat munkájával az volt, hogy egységes színvonalú szakmai megvalósulás jöjjön létre a projektpartnereknél, és segítsük azokat a projektpartnereket szakmai szempontból, akik valahol elakadnak, vagy egyáltalában egy megerősítésre van szükségük. Létrejött egy csapat, akivel együtt dolgoztunk a szakmai tevékenységeken. Kiemeltünk egy pár elemet, ami nagyon fontos a program megvalósulása érdekében, és találtunk az elemekhez olyan szakmailag hiteles és a szakmájukban elismert embereket, akik ezt a tevékenységeket segítették. Így állt össze a csapat, gyakorlatilag így voltunk 6-an, dolgoztunk a háttérben, és segítettük ezt a tevékenységet. Volt, aki kért segítséget, volt, aki nem. Nem volt a projektben kötelező segítséget kérni, hiszen arra alapoztunk a legelején a projektben, hogy mindenki a saját tevékenységét, amit bevállalt, az felelősséggel tudja csinálni. Tehát nyilvánvaló, ha szükség volt ránk, akkor ott voltunk, ha pedig valaki nem kérte a segítséget tőlünk, mi nem erőszakoskodtunk. Kellett 2 utat lehetett választani, elmegyünk nagyon mereven a szakmaiság irányába, és nem lesz 5,5 hónap alatt megvalósult projekt, vagy azt mondjuk, hogy ami irányt megszabunk, és benne van a szakmai korlátokon belül, azt elengedjük. Összességében nem volt olyan feladatunk és hatáskörünk se, hogy valamit ne engedjünk el, de benne kellett tartani abba a határok között, hogy tényleg nyugodt lélekkel mondhassuk a záráskor, nem ma, hanem amikor tényleg bezárjuk ezt a projektet, és 5 év múlva is azt tudjuk mondani, hogy igen, azt mondhatjuk, hogy ez szakmailag megfelelő és jó helyen voltak azok a projektek, és elfogadhatóak. Nyilván az 5 konzorciumi partnerrel való együttműködésünk azért nem volt olyan egyszerű, nem olyan könnyű ezeket a programelemeket összehozni és egy színvonalúra, vagy megközelítőleg egy színvonalú tevékenységre hozni.
nagyon nehéz volt az a megközelítés, hogy egyáltalában hogy dolgozzunk. Hát hatan dolgozunk mi is ebbe a csapatba, hogy is történjen el ez a munka. Ugye a klasszikus elvárás, hogy a valamilyen szervezetben üljenek le és beszéljék meg, és legyenek értekezletek. Ezt az első héten mi elvetettük, mert azt láttuk, hogy ez időveszteség. Ezért úgy döntöttünk, hogy az elektronikus felületeket veszük igénybe, hiszen el kell mondjam itt mindenkinek, hogy nagyon sok olyan tevékenységünk volt, hogy délután 3-kor kaptunk egy olyan anyagot, hogy az holnap közbeszerzésre ki kell, hogy menjen, és egész éjszaka dolgozott ez a csapat, vagy szombaton, vagy vasárnap. Ez kívülről annyira nem látszott, ettől függetlenül egy nagyon kemény munka folytott a háttérben, legalábbis az elején, a közepén volt egy kis lazítás, aztán most megint kezdődik, mert a szakmai csapat most nem dőlhet hátra, mert most megint nagyon nagy feladatai lesznek, hogy ugye megfogalmazva a dokumentációba az minden úgy stimmeljen, hogy az a szakmaiságot képviselje, vagy legalábbis egy irányba húzza. 44 témát kellett így koordinálni, az nem kevés, nagyon-nagyon sok téma, és ez körülbelül azt kell mondjam, hogy ez olyan 44 féle megfogalmazás, 40 féle elképzeléssel, és gyakorlatilag ebben próbáltunk mi utat törni kisebb-nagyobb sikerekkel. Az első nagy ilyen megpróbáltatásunk, amikor gyakorlatilag először a homlokunkhoz kaphattunk, az a közbeszerzések specifikációja volt, és ott láttuk először azt, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Ezeket a specifikációkat egy egységes rendbe próbáltuk terelni szakmailag, és most én teljesen csak a szakmaiságról van szó. Ugye elkészítettük valahol valaki a specifikációkat, mi szakmailag betereltük egy rendben, aztán jött a közbeszerzési szakember, aki azt átírta, akkor jöttünk újra mi, amikor megint elkezdtünk azon dolgozni, hogy de mégis szakmailag azért tegyük oda, hogy ez megfeleljen, és hát azt is sajnos be kell valljam töredelmesen, hogy a végén volt olyan, amire így utólagosan így nem engedtük el, volna el szakmai szempontból, de hál' Istennek a szakmai megvalósítók olyan kreatívok, hogy visszaterelték a szakmába ezeket a megvalósításokat. Nagyon nehéz volt, hogy egyszerre indultak a projektek. A projektek ugye egyrészt a projekt indulással mindenki azonnal dolgozni akartak, mi természetes is volt. Voltak ugye kényszerek. Egyik kényszer volt a közbeszerzés, a másik az eleve tervezett programoknál a nyár. Hát egy nyári tábort nem lehet novemberben megvalósítani, tehát voltak olyan programok, amik gyakorlatilag olyan gyorsan zajlottak, hogy gyakorlatilag azt is be kell valljam, hogy van, amiről utólag véleményeztük ezeket a dolgokat, ha sikerült, akkor hozzáterelték, ha nem sikerült, nem terelték hozzá, igen, természetesen voltak ebben viták és nem tetszések is, de valami módon a szakmaiságot vinni kellett nekünk tovább. Ugye nehézség volt, hogy a nyár közepén indult a projekt. Uram, bocsánat, nem csak a megvalósítók, de a célcsoport is elment szabadságra, tehát őnekik is el kellett, a megvalósítók is szerettek volna elmenni, a közbeszerzési szakember is szeretett volna elmenni, mi is szerettünk volna elmenni szabadságra. Nyilván ez a nyár nem erről szólt, legalábbis a megvalósítók szemébe, vagy a oldaláról, de nagyon-nagyon nehéz helyzet volt az, hogy megvalósuljanak programok. És ugye el kell mondjuk, hogy ugyan a projekt 5,5 hónapos, de 3 hónapos projektidővel számolhatunk, és hogyha kivetítjük és leülünk, és igazából végig gondoljuk ezeket a programokat, akkor ez egy 3 éves projekt, ezt valljuk be töredelmesen, hogy ez így van. Különös tekintettel azokon a helyeken, ahol fejlesztések vannak, de akik a nagyon jó programjukat elvitték egyik településről a megye másik oldalára, ahol nincsen ismerettségük, és ott meg kellett szervezni, ezek is emberpróbáló feladatok. Nem kis feladat elé álltak a szakmai megvalósítók sem, amikor ezeket a programokat megvalósították. Egy pár elemre szeretném, egyébként soha nem a teljességre törekszem, egy-két elemet kiemeltem ebben a dologban, de nagyon-nagyon fontosak, ugye a közbeszerzési anyagok áttekintése egy nagyon fontos elem volt, az előző dián már elmondtam, a tevékenységeknek az áttekintése és szakmai szempontúvá egy, legalább formailag egy síkba terelni, ugyanígy a szakmai anyagoknál,
abban a pici időszakban, amikor csönd volt körülöttünk, vagy kisebb volt a meleterheltségünk, akkor elmentünk és megnéztünk egy-egy helyszínt, hogy hogy valósultak meg a tevékenységek, és szerintem a kollégák zöme örömmel vette, hogy tényleg nagyon-nagyon jó programok valósulhattak meg. Projektmenedzser úr is kiemelte a kommunikációt. Az egyik legnagyobb szakmai tevékenységünk és nem mondom kihívásunk, de én azt gondolom, talán a kollégáim is ezt mondják, hogy az egyik legszebb feladatunk ebben az egész tevékenységben a kommunikációval való együttműködés. Nagyon nehéz feladat volt. Egyik óráról a másikra, most azonnal megy a nyomdába, most nézzük meg. Az én kollégáim nagyon akkurátusan, mindenki a saját szemszögéből átnézte ezeket az anyagokat, mentek az SMS-ek, de azonnal nézd meg, ki tudja megnézni, ne menjen el hibásan. És azt gondolom, hogy ezért történhetett az, hogy nagyon szép szakmai szempontból és kommunikációs szakmai szempontból is nagyon szép anyagok mehettek el, és keletkeztek. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ez egy nagyon jó együttműködés volt. Nekem fog hiányozni a Krisztának, a Hajninak, a Dollinak a levele este, hogy most azonnal. Ez biztos hiányozni fog, és biztos egy időről, biztos megdobban a szívem majd, amikor egy ilyen anyagot látok, vagy csak a Kriszta megkérdezi tőlem, hogy hogy vagyok. De higgyék, gyönyörűek ezek az anyagok. Igen, lehetnek szebbek, és mindig lehet szebb, mindig lehet jobb, de az utolsó betűig megpróbáltunk mindent kijavítani, és mindenki beleadott apait, anyait. Szép munka volt, köszönjük. Tűnj tovább. Szeretnék egy pár dolgot kiemelni a célok megvalósulásából. Nyilván én más szempontból emelem ki. Amit elmondanék, az öngondoskodás képességének fejlesztése, itt csatlakoznék projektmenedzser úrhoz, hogy ugye az eredményekről nem beszélhetünk, ennek hosszú távú hatása itt még mérhetetlen. Ez egy-két esetet kivéve, ott, ahol szűrtek és kiszűrtek valakit. Ott viszont vannak eredmények. Tehát azt azért mondhatjuk, és majd a szakmai beszámolókban én már tudom, hogy lesznek olyan eredmények, ami azért nagyon elgondolkodtató. De az, hogy a körülbelül 10 000 olyan eset volt, hogy valamilyen tanácsadással, vagy személyesen, vagy családban, vagy tini tanácsadáson, vagy hátrányos helyzetűek között, vagy az egészségtervek kapcsán gyakorlatilag 10 000 körül van az a találkozások száma, amikor az egészségről, az egészség mint értékről beszéltek ebben a programban résztvevő szakemberek. Ennél fontosabbat én pillanatilag nem is tudok. Ez a legfontosabb, hogy a személyes beszélgetések kapcsán alakul valakinek át a gondolkodása és az öngondoskodás képessége fejlődik ezáltal. Az egészségfejlesztési igények definiálása, ez egy ugye vállalt feladatunk volt ebben a projektben, nagyon fontos elemzések születtek, amik megalapoznak majd egy népegészségügyi programot, amire lehet építeni, és a későbbiekben mérni lehet, hogyha egy népegészségügyi program elindult, hogy 5 év múlva, 10 év múlva milyen eredmények vannak. Módszertanok integrálása, nagyon sokan vettek át egyik módszertant a másiktól, nagyon sok helyen valósult meg egy program, és megvalósították mások más területen, ennek is nagyon nagy értéke van, és több új módszertan is született, és kerül bevezetésre pillanatnyilag is. Pozitív közösségi minták, falunapokon, sportnapokon, rendezvényeken, nagyon fontos, hogy minél több legyen ebből, és minél több megvalósuljon, akár ebbe a projektbe, vagy akár melyik más projektben is. Az egészségvédelmi és fejlesztési programokon pedig az, hogy kimentek a településekre is a szűrések kapcsán, kint a településeken voltak akár előadások, akár szűrések, nagyon fontosak, hiszen a kis települések ebből a szempontból hátrányos helyzetben vannak. De megjegyezném, hogy
hátrányos helyzetet azért a városokban is lehet találni, erre itt annyira nem fókuszáltunk, mert lehet, hogy Tarjánból 20 perc alatt el lehet jutni emlőszűrésre, de mégisem mennek el emlőszűrésre, és lehet, hogy Pitvaroson, nem tudom, tudják-e, de Csongrád megyében Pitvaroson a legmagasabb az emlőátszűrtség a kis települések között, azért, mert egy olyan házi orvos van, aki beülteti az autójába a páciens, és elviszi a szűrésre. Tehát miközben Makó kistérségében a legrosszabb az átszűrtség, és mégis ott van egy olyan házi orvos. Tehát az is fontos, de ma a Tarján, a kistelepülések, vagy a városrészek is, ami egy következő óriási feladat egy projekt keretén belül. Jó. Ezt az ábrát fölvetíteném, nem beszélek róla, szerintem ezt mindenki tudja, ez egy tankönyvi ábra. Ezt csak azért az egy dologért szeretném fölvetíteni, hogy a folytatás, ez mind olyan szegmense és minden olyan területe, amiben be kellene avatkozni, ahol be lehet avatkozni, és amihol lehetőség van arra, hogy egy új projektbe bármit is lehessen tenni. Ha azt látjuk, hogy mennyi és mennyi olyan területe van, ahol még teendőnk van, akkor azt gondolom, hogy az elkövetkezendő nem 5 évre kell a népegészségügyi programunkat tervezni Csongrád megyébe, hanem 25-30 évre, és még mindig nem érünk el mindenhova, ahova szeretnénk elérni. Én ezzel kezdtem az előadásom, ez volt a záró idézete. Én azt gondolom, hogy ez a projekt megmutatta most azt, az történt, amire számítottunk, az történt, amit szerettünk volna, de azt is látjuk, hogy igenis óriási tudás van a megyébe, óriási tudás és akarat van, és rengeteg olyan emberrel nem dolgoztunk, akik szerettek volna velünk dolgozni, aki a szemünkre hányta, hogy de ő miért, nem a másik miért. Rengeteg ilyen van, szerintem minden partnernak. Tehát rengeteg embert be lehet, szakmai embert be lehet ebbe még vonni, és az akarat úgy látom megvan minden irányból, amit szerettünk volna. Most már semmi más nem következik, csak annyi, hogy csinálnunk kell, és folytatnunk kell ezt a tevékenységet. Köszönjük szépen! Széchenyi 2020. Készült a Csongrád megye fejlesztéséért non-profit Kft. Megbízásából. Közmeghallgatásra került sor a Kistelki Művelődési Központban november 26-án, mely alkalomból több sporti került átadásra, majd az érdeklődő tájékoztatást kaphattak a települést érintő befejezett és tervezett fejlesztésekről, illetve a temető fejlesztésének lehetősége is szóba került. A most következőkben a meghallgatás első részét tekinthetik meg. Még egyszer jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kistelek város képviselőtestület ülésével egybekötött lakossági fórumán. Sajnos ez azt jelenti, hogy megint itt a tél szinte. Ma láthatjuk azt, hogy az adventi időszakra fölhívta a figyelmet a nemrég meggyulladó apró kis fények körforgalomban lévő fenyőfák, karácsonyfák, és mint ilyenkor azért összeszoktunk ülni egy estén egy lakossági fórumra. Nagy tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy ennyi elfogadták a meghívást, még hogyha egy kicsit a Katalinok tegnap szortabb időbe is kezdtek bele, még ma reggel, hogy szokták mondani, még a pöndölüket is megrázták. Furcsa volt arra kelni, hogy elég világos voltál. Ha megengedik, akkor hivatalosba megyek most már tovább. Megállapítom, hogy a képviselő testület egy hiányzó, Darabos Gábor alpolgármester, aki igazoltan van távol, határozatképes, ami azt jelenti, hogy jelen van összes képviselőből egyet kivéve, és jó magam kiszavazattal rendelkezett. A képviselők megkapták a napirendet. A napirendi pont gyakorlatilag 4 fő elemből áll. Elsőként a sportdíjak átadása, másodikként tájékoztató települést érintő fejlesztésekről, harmadrészt tájékoztató temető helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről,
Úgy látom, körünkben van már Déva János igazgatórok, tisztelettel köszöntök, és az egyebekben mindaz, ami egyébként még fölmerül. Meg szeretném kérni, de ez nem képviselőtestület, aki küldött napirendi pontokkal egyetértenek-e jelentkezést. Nem látok, aki egyetért, kérem készállítással jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, megállapítom, a napirend elfogadásra került. Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom kollégánkat, Vere Zsuzsit, aki ezzel egyetért, az is hasonlóképpen kérek egy szavazatot, készfányújtással jelezze. Köszönöm szépen, Zsuzsi, akkor tisztelettel fölkérjük a jegyzőkönyv vezetésre. És ha megengeditek, megengedik, akkor rá is térnék az első napirendi pontra, sportdíjak átadása. Évről évre régi szép szokás Kistelekán, hogy azok a sportolók, azok az edzők, akik az ebben az évben valamiféle kimagaslót teljesítettek, hogy egyszerűen szeretnénk nekik köszönetet mondani, és ezt a köszönetet esetleg valamiféle kis díjjal is szeretnénk meghálálni, ilyenkor ennek sort kerítünk. Én jól magam büszke vagyok arra, hogy Kisteleken elég aktív sportélet van, természetesen köszönhető akár testnevelő tanárainak, köszönhető annak a kisteleki mentalitásnak, amely már hál' Istennek nagyon régóta ilyen, és ennek kapcsán bizony minden évben dicsekedhetünk díjakkal, olyan eseményekről számolhatunk be, ahol egyébként gyerekeink, felnőtteink kistelek hírét vitték, és méltóképpen büszkék lehetünk rájuk valamennyien. A sportdíjak átadására tisztelettel fölkérném Horváth János alpolgármester urat, hogy fáradjon a lenti mikrofonhoz, és akkor kezdjük is el. Hölgyeim, uraim, engedjék meg, hogy én is köszöntsem Önöket ezen a nevezetes napon. Kezdjem úgy, hogy magam felé hagyjuk a kezem. Mint tudják, sportoló tudják, hogy ennek, én alapítottam valamikor egy díjat, aminek az lett a neve, hogy Rencsi János külön díja. Ezt mindig olyan sportolónak, vezetőnek, edzőnek szoktam felajánlani, aki szépen, óvatosan, szerényen a háttérből igazít, és nagyon jó munkát végez. Hölgyeim, uraim, ebben az évben szintén egy hölgy kapja ezt a külön díjat. Ez a hölgy Kalapács Anett, a Görkorcsolyázók Egyesület elnök. Többszörös magyar válogatott. 2008-ban hívt a Kisterekre egy baráti társaság, gyerekeket és felnőtteket görkorcsolyázni tanítani. Három éven keresztül hobbi szinten történtek az edzések, de gyerekek akkor már több megyei és amatőr országos bajnokságon indultak, és szép eredményeket értek el. Két év szünet következében 2013-ban újraindultak az edzések. Baráti társaság ekkoromban sportegyesület lett, amely elsősorban a versenyzésekon centrál. Ezeken a megyei és országos versenyeket óvodás, általános és középiskolás korú versenyzők vesztek részt, de mellettük több felnőtt is rendszeresen görkorcsolyáznak. Az egyesület keretein belül sokan elsajátítottak már görkorcsolyázás alapjait, a legkisebbek helyi és megyei, míg a tapasztalabb versenyzők országos, számos országos versenyre részt vettek és diákolimpián is. Kalapács Anett 2015 őszétől nem csak edzőként, hanem főállásban Kisteleken dolgozik. Anett, engedd meg, hogy átjussam. És gratulálok! Következő sportoló páros, Tóth Alex, Gera Szilvia, Kistelekvárosi sporti versenytáncos párja. Alex és Timi egy éve táncolnak együtt, és már ilyen rövid alatt nagyon szép sikereket értek el a versenytáncban. 2015 tavaszán gyermek második kategóriában 6 tánc országos bajnokok lettek, majd 2015 novemberében a standard országos bajnokságot is megnyerték,
latinból belé negyékekedtek. Már gőzerővel készülnek a 2016-os évadra, remélve, hogy ugyanilyen szép eredményeket tudnak elérni. Gratulálok! Kisterekvárosi sportdíj. A negyedik korcsoportos atléta jött próba csapat részére, az országos döntővaló részvételére. Csapat tagjai: Jeremiás Jászmin, Ismárton Felix, Katona Nóra, Rabi Timea, Gyöngyösi Fanni, Nagy Anna Terész. Edző: Monozó István.
Hölgyeim, köszönöm, gratulálok és sok sikert kívánok! Kisterekváros sportdíj, harmadik korcsoportos mezői futócsapat részére, országos döntőbe való részvételért. Csapattagjai Mészáros Eszter, Gajdacsi Debóra, Gyóri Petra, Juhász Géta, Jótér Mercedes edző, Jánosi Adél, Kelemen Zita vonozó István. Napirendi pontra térnék. Szeretnék egy pár szóban beszámolni az elmúlt időszak fejlesztéseiről, illetve a jövőbeni időszak fejlesztési lehetőségeiről. Ha megengedik, akkor azt gondolom nem kell csetelni, hogy ennek az évnek vagy az elmúlt időszaknak, sőt talán Kisterek életében az egyik legnagyobb beruházás maga a szennyvíz beruházás, amelynek tegnap előtt volt a záró ellenőrzése, ahol mind műszakilag, mind pedig pénzügyileg az erre illetékes szervek egy nagy átfogó ellenőrzést tartottak. Nyugodtan beszámolhatok erről, hogy gyakorlatilag hibátlanra minősítették az eddig a vizsgálatok alapján az eddig elvégzett tevékenységünket. Azt láthatják, hogy október 30-án ugye megtörtént a műszaki átadás, majd azt követően nagyon sok helyen olyan úgynevezett garanciális munkákat, befejező munkákat, vagy éppen azoknak a meglévő rekonstrukcióknak a változtatása történt, ahol például már meglévő bekötés volt, és most kötötték át a műtárgyra. Közel 3 hónapja gyakorlatilag a szennyvíztisztító már próbaüzemmel megy. Az eddigi öreg szennyvíztisztítónk az leállt, és gyakorlatilag az most ott áll, és várja azt a jövőjét, hogy az elbontásra kerüljön. Zárójelben csak el szeretném mondani, ezzel párhuzamosan a város készít most elő egy másik olyan beruházást, amely ipari szennyvíztisztítót céloz meg. Az ipari szennyvíztisztító közvetlen ezen tisztító mellett biztos tudják azt, hogy ez a lakosságot szolgáló maximum 5%-ban engedi meg, hogy nem lakossági szennyvizeket fogadjon gyakorlatilag ez a tisztító,
Ezért, ha a fogadóképességünket tovább akarjuk erősíteni, és egyre több olyan feldolgozó szektort akarunk idehozni, annak egy új típusú, más tisztítóra van szüksége. Tudjuk azt, az a tisztító, ami eddig volt, nem elsősorban kapacitásában, hanem igazából inkább elavultságában már nem felel meg messze a mai jogszabályi követelményeknek, így az rövid időn belül elbontásra kerül, és a szennyvíz tisztító mellett azok az úgynevezett fakultatív tavak, ami elsősorban a kábelgyár, vagy bocsánat, a sajtüzem szennyvízére épül, azok is gyakorlatilag megszűnnek, és más ipari beruházások készülnek oda. Nézzék, mikor az átadás volt, akkor is azt mondtam, hogy ez az egyik olyan beruházás volt, amit a legjobban vártam, már én jó magam is, hogy megtörténjen. Ugyanakkor legjobban vártam azt, hogy vége legyen. Földúrták az egész városunkat, messziről, leginkább messziről jött kivitelezők, Pest, meg mindenféle helyről jött kivitelezők, alvállalkozók végezték a munkát, és ezerféle problémával tudtuk azt, hogy nagyon sok helyen olyan gázvezetékek, amik a terveken messze nem is szerepelnek, mindig attól féltünk, hogy éppen az adott pillanatban, mikor vágnak el éppen a gázvezetéket, vagy bármi egyebet, hogyan tudnak önök egyébként bemenni az ingatlanjaikba, hogyan lesz az helyreállítva, és egyébként hogyan működik majd a rendszer. Utólag már talán azt mondhatom, hogy a lakosság nagyon nagy százaléka tényleg partner volt ebben. A kivitelezőkről is nyugodtan elmondhatom, hogy természetesen voltak olyan jellegű nézeteltérések a munkák folyamán, de mégis alapjába véve egy lakosságra figyelő és egyébként egy jó beruházást hajtottak végre. Azt zárójelben mindjárt elmondhatom, hogy ennek a beruházásnak még közel 60 hónap, azaz 5 év garanciális javítási lehetőségei vannak. Biztos vagyok benne, hogy lesznek majd olyan utcaszakaszok, vagy olyan úthelyreállítások, ahol majd megsüllyed esetleg az aszfalt, és mi sorba, hónapról hónapról ezeket a hibalistákat szerződés értelmében kiközöljük, és ezt 60 hónap, azaz 5 évig köteles a kivitelező helyreállítani. Most már tényleg alig vannak olyan munkák, ahol még tényleg finomítanak egy picit, de mégis még egyszer nagyon érdekes, hogy ez az a fajta pályázat volt, ahol elsősorban a lakosoknak a problémáját kellett megoldani, jelen esetben a szennyvíz, emlékeznek rá, többször próbálkoztunk ezzel, először a lakosok megkérdezése után csak 30%-a akarta, majd 40%-a, és később akarta több mint 50%-a, hogy most már legyen. Elsősorban a belvíz problémák, másodszor pedig ugye hallottuk azt a hírt, hogy nem soká úgynevezett környezetterhelési bírsággal sújtja azt a hatóság, aki egyébként a vizét, a szennyvizét, bocsánat, maga alá engedi. Kistelek sokszor el szokta mondani, sajnos egy teknő. Emlékeznek itt az idősebbek, én még jó magam is, hogy gyerekkorunkban minden tovább ihattunk egy Norton kútból, ami egyébként csak 6-8 méteren volt. Minden további nélkül íjamok is sokszor itt a mások kútból, aminek egyébként semmiféle olyan káros szennyező hatása nem volt. Nézzük meg, mit csináltunk a környezetünkkel. Nem elsősorban nehogy azt higgyék, hogy a kis pottyantos vécék itt a húgók, hanem az a rengeteg mosószer, meg mindenféle, bocsánat, kemikália, meg a műtrágyák, meg minden egyebet, amit raktunk szépen a mi ivóvíz bázisunkba, és most már nem tudom, hogy melyik rétegre kellene lemenni, hogy olyan tiszta ivóvízet kapjunk, ami az egészségünkre abszolút nem ártalmas. Nézzék meg, itt van az ivóvízjavító program. Kisteleken is, környékben is, egyedül Csengelén tudok még olyan árkézi kutat, ami határérték alatt van károsanyagok tekintetében, de nincs már a környező települések, sőt az egész Dél-Alföldön olyan út, ahol egyébként ne kell valami új típusú szűrőrendszert bevinni. Ezt okoztuk mi környezetszennyezők, és gyakorlatilag ezzel tettük tönkre saját ivóvízbázisunkat. Persze vitatható az a szabály, hogy jogos-e vagy nem jogos, hogy most már még büntetik is azt, aki egyébként tovább szennyezi az alattunk lévő altalaj, ivóvízbázist. Tudjuk azt, hogy ennek a minimális értéke, ami majd bekövetkezik, aki nem rakja rá tisztítóra, és nem tisztítás után vagy kerül egyébként az általa káros anyag kibocsátás, az 1800 forint per köbméter a minimális hatósági díja, amit nem mi állapítunk meg,
amit egyébként minden egyes köbméter víz után ki kell fizetni. Tehát bármennyire furcsa, itt volt az idő, ha akartuk, ha nem, most már ennek be kellett következni, és gyakorlatilag az elkövetkezendő évben, aki csak teheti, azt javaslom, hogy tényleg kössön is rá, és gyakorlatilag induljon már most már ez a más típusú szennyvízkezelés. Természetesen azt láttam itt a szennyvíznél, hogy mindenféle panaszok, ügyes-bajos dolgok voltak. Nem titkolom, azt is volt ebben némi rossz indulat is nagyon sok esetben. Mégis, ha megengedik, akkor én tisztelettel köszönetet szeretnék mondani, annélkül, hogy a részletekbe belemenjek, valamennyi mérnök kollégának, valamennyi kivitelezőnek, tervezőnek, akik tették a dolgukat, és nálunk itt a kollégáknak is, Kácsor Peti, Petrának és csapatának, akik itt a szennyvíz irodán létrehozott koordinációs irodában dolgoztak. Biztos vagyok benne, hogy a szándék mindenkiben az volt, és az most is, hogy lehetőség szerint egy olyan beruházás történjen, ami gyakorlatilag hosszú távon egy jó műszaki tartalmat jelentsen. Ugye látjuk azt, hogy most már szinte minden övezetet átvettek, látjuk azt, hogy elindultak gyakorlatilag a házi bekötések, és lépésről lépésre úgymond szűnnek meg azok a beruházások, azok a házi tisztítók, amit gyakorlatilag hol zárt, hol pedig nem zárt szennyvíztisztítót jelentett. Tudjuk azt, hogy abban is többször volt ugye változás, az eredeti 235 000 forintos önrészről, vagy lakossági támogatásról először 160, majd pedig 80 000 forintra, ahogy a támogatás értékét egyre magasabbra elértük, ez csökkent. Ma az utolsó és végérvényes álláspont, hogy minden, aki ezt a szolgáltatást igénybe akarja venni, annak 80 000 forinttal hozzá kell járulni. A lakosok 75%-a egyébként már ennek eleget tett. Most a mai számadatok alapján Tisztelet lakosságának 75%-a rendezte ezeket a dolgait, és gyakorlatilag úgymond egyenes a történet. Múltkor is elmondtam talán pont a nyugdíjas klubba, emlékeznek rá, mindig abból indultunk ki, hogy azt próbáljuk elérni, hogy az a sok kis 2000 forint, amivel ezt 8 éven keresztül kellett fizetni a lakosságnak, abból a végén lett 230 000 forint, az egyébként, ha lehet, akkor elég legyen mind arra, amit egy lakosnak gyakorlatilag kötelezettsége lesz. A külső és a belső közmű, illetve első rákötés. Hál' Istennek az élet úgy hozta, hogy az eredeti 83,3%-os támogatásról fölmentünk közel 95%-ra, és az önkormányzat külön, mint belügyminisztériumi forrásból további közel 5%-ot nyert, ami azt jelenti, hogy megközelítettük már a 100%-ot, ebben ugyanakkor voltak olyanok, amit az Unió nem támogatott, olyan ritkán lakott övezetek, meg egy-két csőkeresztmetszet esetében, ami 20-30 milliós további saját erőt igényelt. A lényeg, hogy működik a rendszer, megtörtént a műszaki átadás követően 28 napja van a mérnöknek, hogy garanciális javításokat most még végigjárják, aztán átveszi az üzemeltető, és gyakorlatilag remélhetőleg egy pár év múlva úgy emlékszünk erre, hogy ez tulajdonképpen egy kötelező történet volt, ami a mindennapi életünk körülményét javítják. Következő adásunkat december 4-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvény felvételeinkkel jelentkezünk. Kiadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!